Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy milyen előnyökkel jár, ha minden nap eszünk tojást. Szeretettel köszöntök mindenkit! A tyúk tojás a legtökéletesebb étel. Évtizedekkel ezelőtt a tojás minőségét meg lehetett állapítani a méretéből, a tojáshéj színéből és a tojás sárgájából is, de ma már ez nem működik, mert a szárnyasok húsát és a tojást is mesterséges úton tudják színezni a tyúkok ételeibe kevert színezőanyagokkal. A tojás minőségét nagy mértékben határozza meg az, hogy a tyúk mennyit tud természetes módon kapirgálva táplálkozni. Minél kevesebb száraz gabonát, magvat fogyaszt, és minél több bogarat, gilisztát, fűfélét eszik, annál jobb minőségű lesz a tojása, annál több lesz benne a hasznos mikrotápanyagok mennyisége. A száraz gabonával ellentétben a beáztatott vagy erjesztett gabona viszont nagyon jót tesz a tyúkoknak, mivel javult tőle az emésztésük és az áztatás hatására elérhetővé válnak a gabonában lévő B-vitaminok, ásványok és nyomelemek, amelyek így ugye bekerülhetnek majd a tojásba is. A tojásban az egyik legértékesebb anyag a kolin, mely nagyon jó az agyműködéshez, továbbá segíti a májban a koleszterin lebomlását, ami elzsírosodott, legyengült máj esetén igen hasznos. Hasonló hatásokkal bír a tojásban lévő lecitin is. A tojás összehasonlítva más fehérje forrásokkal, például a hússal vagy a növényi fehérjékkel, több szempontból is a legjobb fehérje forrás az anyatej után. Először is azért, mert a tojásban jelen van az összes eszenciális aminosav, és olyan arányban, ahogyan arra az emberi szervezetnek szüksége van. A második nagy előnye a tojás fehérjének, hogy a szervezetünk sokkal könnyebben tudja hasznosítani mondjuk a húsokhoz képest, ami legyengült emésztőrendszer esetén kiemelten hasznos. A harmadik ide kapcsolódó tudnivaló, hogy az ételekből a fehérje egy részét a testünk felhasználhatja energiaként, illetve a sejtjeink építőanyagaként is, azaz az elfogyasztott fehérje egy részéből energia lesz, a másikból fehérje szövet. Egy ételből minél nagyobb arányban alakul át a fehérje saját testfehérjénké, az annál értékesebb számunkra. Az anyatej után a tojás az az étel, amelynek a fehérje tartalmából a legnagyobb arányban lesz a fehérjéből fehérje szövet a szervezetünkben. A tojás sárgája kiváló forrása a zsírban oldódó vitaminoknak, ugye A, D, E és K2 vitamin, melyek koncentráltan, nagy arányban, nagyon kevés ételben fordulnak elő, talán csak a májételekben találunk arányosan többet belőlük. K2 vitamin szinte csak a sajtokból tudunk bevinni, és D-vitamint, illetve a A-vitamin aktív formáját, a retinolt is nagyon kevés ételben találjuk meg. A tojás nagy mennyiségben tartalmazza a szemünk számára a legfontosabb két fő karotinoidot is, a luteint és a zeaxantint, melyek együttesen adják egyébként a tojás sárgája a színét. Ha a tyúkok sok bogarat, gilisztát esznek, jelentős lesz a tojásukban az omega-3 zsírsav tartalom, ami ugye komoly hozzáadott értéket jelent, pláne ugye hazánkban, ahol kevés a friss tengeri hal. A tojásban megtalálható az összes B-vitamin, beleértve a B12-t is. A B-vitaminok mennyisége, ahogy az elején már említettem, nagy mértékben növelhető azzal, ha a gabonát beáztatjuk 3 napra, mielőtt a tyúkoknak adjuk. A tojás tartalmaz jódot és szelént is, jól hasznosuló formában és ideális arányban, ami kiváló táplálékát teszi a pajzsmirigy számára. Most nézzük meg, hogy hogyan készítsük el a tojást ahhoz, hogy maximális mennyiségben tudjanak belőle hasznosulni a tápanyagok a szervezetünkben. A legfontosabb szempont, hogy minél kevesebb ideig tegyük ki hőnek, mert így megőrződnek benne a hőre érzékeny vegyületek, például a karotinoidok. Tehát például tükörtojás vagy főtojás esetén az az ideális, ha még enyhén folyós a sárgája. Rántotta esetén is rövid ideig süssük, illetve növényolaj helyett inkább állati zsírt alkalmazunk a sütéshez. Végezetül nézzük meg, hogy mit tapasztalhatunk, ha mondjuk heteken, hónapokon át minden nap fogyasztunk 3-4 tojást. Ha reggel fogyasztjuk a tojást, az első tapasztalásunk az lesz, hogy kevésbé vagyunk éhesek a nap során, és az energiaszintünk is megnő, így ez végeredményben hozzájárulhat a fogyásunkhoz. A hosszú távú tojásfogyasztás komoly támogatást adhat az agyunknak, a memória és a koncentráció terén, mérséklődik a szorongás, jobb lesz a stressztűrő képességünk is. A
tojás zsírtartalmának 30%-a egyszeresen telítetlen zsírsav, tehát olyan fajta zsír, mint ami a bagvakban, az olívaolajban és az avokádóban is megtalálható. Az egyszeresen telítetlen zsírsavak nagyon jók inzulinrezisztenciára és az erekben a gyulladások csökkentéséhez többek között. A tojás dúskál a bőr és a hajszálak számára fontos tápanyagokban, így hosszú távon fogyasztva jelentős javulást tapasztalhatunk a bőrünk és a hajunk állapotában is. Mivel kiváló forrása az A-vitaminnak, a zeaxantinnak és a luteinnek, a szemeink is nagyon hálásak lesznek egy idő után. És végül a legnagyobb félreértés a tojással kapcsolatban a koleszterin tartalma. A koleszterin szintünk nem a magas koleszterin tartalmú ételektől emelkedik meg, ugyanis a testünkben lévő koleszterin 80%-át alapból a májunk állítja elő, tehát csak 20%-át visszük be ételekkel, így ha sok magas koleszterin tartalmú ételt fogyasztunk, mint például tojást vagy szalonnát, a testünk kiegyensúlyozza a koleszterin szintjét azzal, hogy kevesebbet állít elő belőle. Mindezek mellett ott van a tojásban a lecitin és a kolin is, mindkét vegyület ugye segítik az esetleges koleszterin többlet csökkenését. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.